Elsősorban a melanóma, a tüdő és a prostata daganatok kezelésére szolgáló új innovatív gyógyszerek váltak elérhetővé a rákbetegek számára. Az OEP ebben az évben 15 új rákgyógyításban használt készítményt fogadott be. Ezekhez a készítményekhez már méltányossági kérelem beadására nincs szükség. A KSH adatai szerint hazánkban 2013-ban az összes halálozás negyedét a rosszindulatú daganatok okozták, tüdőemlő és vastagbél daganat, valamint szájüregi és prostatarák. Ezek a leggyakoribb daganatos betegségek hazánkban. A statisztikák azt mutatják, évente 60-80 ezer új rákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon. A 70-es, 80-as években rettegett gyomordaganat, rosszindulatú gyomordaganat, gyomorrák, ugye egy viszonylag stagnáló vagy csökkenő előfordulási gyakoriságot jelenít meg, míg korunk leggyakoribb betegsége, ugye a vastagbéldaganat, az egy meredeken felfelé ívelő tendenciát mutat. A női daganatoknál például az emlődaganatok szintén egy 10-15 évvel ezelőtt egy viszonylag meredeken felfelé mutató tendenciát mutat, míg napjainkban egy viszonylag stagnáló, tehát ez a felfelé emelkedő gyakorisági ráta, ez csökken. A daganatos megbetegedéseket sajnos egyre fiatalabbaknál is felfedezik. A szakemberek hozzáteszik azt is, hogy míg a betegségnek van genetikai háttere, addig több esetben a helytelen életvitellel is összefüggésbe hozható, ilyen a dohányzás vagy a gyakori alkoholfogyasztás is. A fejnyakdaganatoknál és a tüdődaganatoknál egyértelműen tehát a dohányzás, naponta legalább 1-1,5-2 doboz cigaretta elfogyasztása, illetve mellette egy alkoholfogyasztó életmód az, ami ezeknek a daganatoknak a gyakoriságát, előfordulási gyakoriságát messze menően megemeli az átlagpopulációhoz mérten. A legnagyobb esélye még mindig az időben, a szűrések által felismert korai stádiumú ráknak van, amikor is a daganat sebészi beavatkozással eltávolítható. A kezeléseknél fontos szerepet kap a modern diagnosztika és terápiás háttér. A Nyíregyházi Kórházban alig 2 éve adták át az új onkológiai tömböt, ahová a legmodernebb gyógyításhoz szükséges eszközök kerültek, CT-szimulátorok, sugárterápiás gépek. A terápiák másik lába a gyógyszeres kezelés, itt is óriás a fejlődés. Ma már a célzott gyógyszeres terápiákat itthon is egyre inkább alkalmazzák a daganatok kezelésénél, és januártól több korábban drága gyógyszert is befogadott a biztosító. Döntően immunterápiás és részben kemoterápiás, valamint hormonterápiás készítmények kerültek befogadásra. Ennek az érdekessége elsősorban az, hogy betegeink ezen gyógyszeres kezelések révén lényegesen közelebb jutnak a betegség túléléséhez, illetőleg a másik érdekessége a történetnek, hogy ezek olyan készítmények, amelyeknek meglehetősen magas az áruk. Ezt úgy kell gondolni, hogy 1 millió forint és a fölötti havi gyógyszerköltségről van szó egy-egy beteg esetében. Döntően nagyobb mennyiségben kaptak támogatást prostatatumoros betegeknek, néha használt hormonterápiás készítmények, illetve izotópterápia és immunterápiás készítmények kerültek bőrgyógyászatban, pulmonológiában, pulmonológiai tumorokban és gasztroenterológiai tumorokban támogatásra. A szakemberek azt mondják, folyamatosan javul az új típusú rákgyógyszerekhez való hozzáférés. Mi szakemberek nyilván még többet szeretnénk, a betegeink is még többet szeretnének. Nyilván a anyagi lehetőségek nem csak Magyarországon, hanem világszerte korlátozottak. Az újabb és újabb készítmények egyre célzottabb terápiát tudnak biztosítani, egyre jobban tudjuk eltalálni a daganatsejteket, kevesebb mellékhatással, ugyanakkor ez a készítmények árában is megnyilvánul. Rendkívül fontos, hogy újabb és újabb készítmények kerüljenek forgalomba, hiszen ma már egy daganatos betegnek a túlélése attól függ, hogy hányszor tudunk újabb és újabb terápiát kezdeni, abban az esetben, ha az előző terápia mellett a daganat növekedésnek indult. Ezek a gyógyszerek milyen stádiumban segítenek, vagy segíthetnek a betegeket? Nyilvánvalóan itt is minden eset más is más. Ezek a gyógyszerek, amelyek jelenleg befogadásra kerültek, ezek az előre haladott negyedik stádiumú betegek kezelésében jelentenek segítséget. Tehát azon betegeknek, akiknek korábban már ebben a fázisban más lehetőségük nem volt. A számítások szerint több ezer előre haladott áttétes daganatos betegségben szenvedőnek jelenthetnek lehetőséget az új innovatív gyógyszerek.
Ezekről a gyógyszerekről, amik befogadásra kerültek, itt már nem szükséges a méltányossági kérelem beadása. Méltányossági kérelmet olyan gyógyszereknél adunk be, melyek Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel, törzskönyvvel ugyan rendelkeznek, de a társadalombiztosítás nem fogadta be a finanszírozásba, és a gyógyszerek havi költsége olyan nagy, hogy magyar ember számára nem elérhető. Gyakorlatilag ilyen esetekben szoktunk egyedi méltányossági kérelmet beadni, helyesbitek. A beteg adja be az egyedi méltányossági kérelmet, melyhez mi segítséget nyújtunk. Az innovatív gyógyszeripari vállalatok folyamatosan végeznek kutatásokat és fejlesztéseket, több a korábbinál hatékonyabb onkológiai készítményt törzskönyveznek világszerte, ami reménykeltő a magyar betegek számára is. A szakemberek viszont továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy korai stádiumban van a legnagyobb esély a gyógyulásra. A betegek egy része korábbi stádiumban kerül felismerésre, döntően a szűrővizsgálatoknak köszönhetően. Részben a szűrővizsgálatokat is igyekszünk minél szélesebb körre terjeszteni, másrészt pedig egyre inkább elfogadja a utcaembere is, hogy szükség van a szűrővizsgálatokra a saját érdekében.